Üdv ez itt a Fókusz csapat! Olyan egyedül érzem magam. Szitkomok. Talán ez nem az a műfaj, ami a legközelebb áll hozzám, de azért nyilván én is néztem jó pár vígjátékot, hogy úgy mondjam. Ugye van egykamerás, többkamerás, én azért jobban szeretem a egykamerásokat. Az egykamerás szitkomok az nem közönség előtt játszódnak. A többkamerás szitkomok, amik viszonylag adott helyszíneken, egy soundstage-en, közönség előtt, vagy hát legalábbis olyasmi stílusúak, betett nevetés, ilyen, mint a Jó barátok, Big Bang Theory, ami azért játszódik mindig ugyanott, mint kvázi színházi előadás, ott emberek ülnek, nevetnek rajta, felveszik egyszer-kétszer. Az egykamerás az egy kicsit ugye ki tud ezen lépni, és hát úgy forog, mint egy film. Először itt is a külön díjakat osztom ki, lesz pár. Klasszikus, és egyszer mindenképp végig kell nézni, és amúgy miért nincs a Netflixen fönt Magyarországon? Na mindegy, külön díjas az Arrested Development. Egyszer végig fogok nézni, de hát ez egy nagy hiányosságom, hogy még nem tettem, ne haragudjatok. Rengeteget láttam a tévében, és hihetetlen, hogy ennyi évadot megélt, miközben egy rakás szar külön díj. Jim szerint a világ. Ezt ki gondolta, hogy ez egy jó sorozat? Valamiért eszembe jutott. Utána olvastam, mert annyi rész volt, hogy nem hittem el, hogy ez ennyi évadot megélt, és ott valakinek valaki szerette ezt a sorozatot a tévécsatornától. Nem biztos, hogy jogosan élt meg ennyi évadot, és még ezen föl megvették Magyarországra, és agyba fölben nyomatták. Nem régen, amikor még be volt kötve a tévé, és akkor így bekapcsolta a Comedy Centrát, és az ment. Tudnám miért. Még most is megy. Még most is megy? A sorozat, amit még az elején én is néztem, de aztán nem néztem tovább, és rengetegen azt mondják, hogy ez a világ legjobb vígjáték sorozata, és ez azért erős túlzás, mert azért nem olyan jó, sőt, külön díj. A Big Bang Theory. Jó, elhiszem, jó pofa volt az elején, de hát nem a komédia csúcsa, hogy úgy mondjam. És akkor most enyhén fogalmaztam. Most iratkoztam! Jó, a Penny jó csaj. Ha eddig nem iratkoztak le, akkor most nekem ott gyengült el, főleg a sorozat, amikor bejöttek a főszereplőnek a csajok. Nem tudom ezt ebben kifejezni. A Sheldon csaja olyasmi karakter, mint a Sheldon, csak sokkal unalmasabb. Előtte sem mondom, hogy nagyon erős sorozat volt, de amikor a Sheldon nője, az nagyon erőltetett volt nekem. Ez van. Kedvenc hírességem, akinek mégsem láttam az összes sorozatát, pedig ő egyik kedvenc emberem a Szórakoztató Bizniszben, külön díj, Ricky Gervais. A Futottak még sorozatát azt félig láttam. Eredeti Office-t is szinte végig láttam. Neki az életművét végig akarom egyszer nézni. Ricky Gervaisnek a legjobb dolgai az, amikor Carl Pilkingtonból csinálta sztárt, hogy úgy mondjam. Például amikor elvitt a világ mindenféle tájára a Idiot Abroaddal, meg a podcast, amit csináltak, de amúgy Ricky Gervaist imádom. És a legtöbb sorozatát azt így láttam valamennyit belőle, de egyiket sem fejeztem be, pedig tudom, hogy majd be kell, úgyhogy ne haragudjatok. A sorozat, amit az egész magyarság nézett, és utólag visszatekintve azért nem biztos, hogy olyan jól öregedett külön díj, a Rémrendes család. Ja. El tudom képzelni, hogy itthon amúgy nagyobb kultusza volt, mint Amerikában. Valamiért ezt gondolom, de nem biztos. Nem biztos, hogy most utólag megnézve annyit kacagnék rajta, akkor így mókás volt ez a amit nyomott az a csávó, most már lehet, hogy inkább nyomasztó lenne. Sorozat, ami hát talán a vígjátékban illik a legjobban, és imádom a koncepciót, és még mindig nem tudtam sorra keríteni, ez a Nathan For You. Baromi érdekesnek tűnik, és valószínűleg, ha egyszer megnézem, akkor a kedvenceim között lesz. Ez ilyen doksi-szerű. Láttam belőle részleteket, és elképesztő kreatív dolog, úgyhogy nem is mondok többet, én ezt meg fogom nézni, és akkor valószínűleg felrepül a toplistám elejére majd, de még nem láttam. A külföldön óriási nagy kultusz, mindenki imádja, de amit én láttam belőle, az mi borzasztó erdje volt, és fel nem fogom, hogy ez miért vicces szerintük. Seinfeld. Na mindegy, hagyjuk is. Sorozat, amit ja tényleg láttam, és amúgy egész kellemes volt, bírtam a karaktereket, voltak benne mókás momentumok, de nem raknám toplistára. New Girl. Ja. Voltak benne mókás részek. Ja, még egy sorozat, amit eszembe jutott, hogy több évadot is láttam, de már elfelejtettem mindent belőle, kivéve, hogy a csaj egész jó volt. Raising Hope.
Ennyi. A sorozat, ami nagyon hamar canceleztek, pedig szerintem kulcssorozat lenne manapság, a Better of Ted. Szerintem megelőzte a korát, és nagyon sajnálom, hogy annak vége lett. Imádom Kristen Bellt, jónak tűnik a koncepció, de még nem jutottam el odáig, hogy megnézzem a The Good Place, vagy Good Place. Annyira imádom azt a csajt, hogy egyszer muszáj ezt megnéznem, meg tényleg a koncepciós érdekes, na majd egyszer. Az első pár részt láttam, és nem volt annyira mókás, mint szerettem volna, de amúgy értem, hogy valószínűleg sokkal jobb lesz később, és majd egyszer meg kéne nézni a Fleabag. A legviccesebb sketch sorozat, vagy úgy a legviccesebb dolog, kb. A legviccesebb dolog, és mégsem sitcom, de mégiscsak ide raknám, az a Key & Peele's Show, ami borzasztóan úgy hat rám, mint a drog. Szóval, hogyha minden évben egyszer feldobja a YouTube a Key & Peele sketcheket, megnézek egyet, onnantól újra feldobja az összeset megnézem újra, és aztán valahogy sikerül abba hagynom, azt egy év múlva megint feldobja őket, és megint végig kell néznem az összeset. És ez ismétlődik minden évben, mert a Key & Peele sketchek azok a legjobb sketch sorozat, amit szerintem valaha készült. Fantasztikus, néha bepisilek a röhögéstől, néha egyszerűen baromi kreatív. Ha már sketch sorozatok, a Mr. Show-ban is vannak olyan sketchek, abból sokkal kevesebbet láttam, de ott is volt egy, aminél annyira röhögtem, hogy le kellett állítanom. Pedig én nem vagyok egy hangosan röhögős típus, de az a Monteverestes, ez... Na mindegy, a Key & Peele-en meg tényleg a rengeteg sketch fönt van a Comedy Centralon, rengeteg sketch fönt van, már külön Key & Peele csatornájuk van, úgyhogy ott nézzétek meg, hogyha vicces sketcheket akartok, szerintem a legjobb. Most, hogy beszélek róla, most tudom, hogy megint az lesz, hogy megint végignézem az összeset. Jaj, ne! Függőséget okoz. Jó. Megint top 5 lesz, de előtte elmondok még 5-öt, amik így lemaradtak a top 5-ből. A futottak még kategória, érdemes őket megemlíteni, mert szerettem ezeket a sorozatokat is, szerettem őket, de nem kerültek bele a top 5-be számomra. Az egyik a Jó barátok, amit mindenki imád, azt mondjuk tiltakozom az ellen, hogy az emberek folyamatosan újra és újra nézik, mert jó sorozat, de olyan kiemelt státusza van, hogy az emberek, főleg a korombelieknek az a fiatal korához így hozzákapcsolják, és így egy csomó plusz érzelem kötődik a Jó barátokhoz, de attól még szerintem nem kell 11-ére is újra nézni, mert akkor már nézd meg valamit, amit még nem láttál, és ez valószínűleg nagyobb élmény lesz. De hát az emberek szeretik a komfortot, és újra fiatalnak érezhetik magukat, újra gondtalannak, tudom is én. És tényleg vannak benne jó részek, és tényleg megértem, hogy miért lett kultussorozat. Jó is volt, meg jó helyen is volt, jó időben, de amúgy egyszer jó volt, kétszer, nem tudom, lehet, hogy többször láttam én is. De így sosem volt az, hogy leültem és végignéztem mind a 10 évadot, arra nem emlékszem. Futottak még Modern Család. Még talán utolsó pár évadot nem láttam, de amúgy kicsit ilyen kínos humor, kicsit belerakták az ilyen. De áldokult, sokszínű társaság, mindegyik színész parádésan jó szerintem benne. Ed O'Neill-nek is sokkal jobb ez a szerep, mint... Örülök, hogy nem a rémrendes család fejeként maradt csak meg, hanem ez a szerep, ez még jobb szerintem. Nem sokat nevetsz hangosan, de így nem bánod meg sose, hogy nézed. Érdekes amúgy a két csaj közül, hogy a valóságban pont ellentétes a karakterük, mert az érdekes volt ezt látni, hogy aki a visszafogott nerd csajt játsza, ránéztem az Instájára, és te jó Isten, ez pont az ellentéte. De amúgy, attól még bírom, hát ez jó, hát még menőbb így, hogy egy teljesen más karaktert el tud játszani. Kiválóan van rendezve, kiválóak a színészek, és hogyha nem is ilyen hisztérikusan nevetős, az egy feel good sorozat, szórakoztató. Ezzel lehet legjobban összefoglalni. Brooklyn Nine-Nine. Itt kifejezetten kreatív dolgok is vannak ebben a sorozatban, kifejezetten vicces tud lenni, nagyon jók a karakterek, még valamennyire érzékeny sorozat is, szól tényleg fontos dolgokról is, de legnagyobb erősség, hogy tényleg nagyon remek a casting, nagyon jók a karakterek. How I Met Your Mother. Ezt is szerettem. A legjobb dolog ebben a sorozatban a kreativitása volt, mert tényleg nagyon-nagyon kreatív dolgokat találtak ki. Rengeteg érdekes és vicces koncepciójuk volt. A karakterek nagy részét szerettem. Végére a Lily az baromi idegesítő lett, meg a Robin is, a két csaj az nagyon rossz irányba vitték el szerintem a karakterüket. Robinnál, amikor olyan féltékenységi rohamai voltak, az valami borzasztó rossz volt, nagyon unszimpatikus lett. Lily
állandó hisztizése bármire is nagyon fárasztó lett a végére. Így a negyedik évadig szerintem ez brillírozott ez a sorozat. Az ötödik évadtól szerintem nem volt túl jó. Kifejezetten gyenge lett szerintem az utolsó évad. Nagyon ripacskodós volt már. Szóval nekem az a sorozat amennyire érdekes, amennyire kreatív volt az elején, az első évadokban, sajnos a végére nagyon elgyengült. Az okos, kreatív dolgokat felváltották a ripacskodások, és szomorú volt. És még egy futottak, még a Parks and Recreation, vagy a Városfejlesztési Osztály magyarul. Lehet, hogy ezt amúgy bizonyos napjaimon ezt feljebb raknám a listán. Talán ez az utolsó szitkom, amit befejeztem. Ron Swanson, fantasztikus minden sora, de nekem mégis a Chris volt a kedvencem. Az első évad, talán megnéztem, és nem is néztem tovább, de a másodiktól beindul, és ugye itt fedezték fel a Chris Prattet is. Szerintem nem gyengült el a végére sem, és tök jól le lett zárva, úgyhogy így az egész egy kerek egész volt, aminek örülök, és szívből ajánlom. Talán nem olyan kínos, mint a Office, mert ugye ugyanazok készítették, de szerethetőbbek a karakterek. Ugye egyik legkelemesebb vígjáték élményem volt, főleg az elmúlt évekből, úgyhogy nagyon örülök, hogy végignéztem. Nem tudom, Amazonon volt fent anno, szerintem lehet, hogy még most is ott elérhető. És akkor jön a top 5. Az ötödik a Silicon Valley. Alapból a témáját is szerettem. Voltak egyenesen fantasztikusan vicces, meg abszurd dolgok. Nagyon jól parodizálja ezt a közeget, amiről szól. De a stílusa, ami miatt top 5-ben van, mert egyszerűen annyira friss, újszerű stílusa volt annak a sorozatnak, a zenék, a vágás. Úgy éreztem, hogy a 21. századi szitkom, vagy hát nem tudom, hogy szitkom, de egy vígjáték. 21. századi, modern, tényleg azt éreztem, hogy az egész stílus, amit hoztak, azelőtt nem nagyon volt meg. És amúgy a sorozat, amit kitaláltam, az talán ehhez hasonlít a legjobban, stílusban. Nagyon szerettem, nagyon jók. Nagyon jó zeneválasztások voltak. Nagyon jó, abszurd dolgok voltak benne, érdekes világról, érdekes karakterekkel. Én imádtam, és a stílusa az meg tényleg szerintem a rengeteg sorozat fölé emelte. Negyedik, Community. Na hát ez talán a legkreatívabb sorozat a listán. Nem véletlen lett kultus sorozat. Igen, voltak megingások, bár szerintem nem ott voltak a megingások, amit mindenki gondol. De ugye Dan Harmon, aki utána Rick and Morty-t is készíti, már itt is látszott, hogy az első évadban azért megágyaztak, megismertük a karaktereket, meg az alapfelállást, és utána ezt folyamatosan megbontották. Szinte minden rész egy másik stílusban játszódik, egy másik műfajban játszódik. Nem úgy van, hogy na csak akkor most mi lesz valami átlagos szitu, hanem most hogy tudjuk ezt a szitut elvinni a legvégsőkig? Hogy lehet ez az egész valami őrületbe megy át? Minden stílust kiparodizált. Amellett, hogy amúgy a párbeszédek is baromi viccesek voltak, tényleg van egy percen belül is, vagy 10 poén néha ott volt, jók voltak a karakterek. Az én kedvenc karakteremet a Donald Glover alakította, nem örültem, amikor lelépett. Meg voltak balhék a sorozat körül, de áldokumentum volt benne, rendes akciófilmeket csináltak. Például fun fact, a Russo fivérek rendezték a paintballos részt, amúgy előtte Arrested Development-eket is rendeztek, és ott kerültek fel a Marvel listájára, hogy ezek ígéretes rendezők, hogy milyen mókás dolgot csináltak egy vígjátékban. És hát a Russo fivérek aztán elmentek a Marvelhez, és a világ legnagyobb filmjét megcsináltak. Nem is értem, hogy nem jelölték őket a rendezés Oscarra, azt már vitatható, hogy kinek tetszik ez a szuperhősös, de ugye ez a rendezési munkában ez valami fantasztikus dolgot végeztek, és például őket itt a Community-nél fedezték föl. Volt zombis rész is, űrhajós rész is, tényleg az, hogy így annyira sokszínű sorozatot, hogy jön az új rész, és így el sem tudod képzelni, hogy most vajon mivel fognak előállni, milyen őrültség jön, tele van popkulturális utalásra, szóval ilyen szinten amúgy hasonlít a Rick and Morty-hoz, hogyha valaki szereti a Rick and Morty-t, a Community is mindenképp nézze meg. Tegnap elfelejtettem a harmadik helyezettet fölvenni. Úgyhogy most vágás közben felveszem a harmadikat is. Vissza kell szellemülnem. Elérkeztünk a dobogóhoz. Harmadik, az Office. Ez amikor futott az elején még egyáltalán nem sokan nézték, de egyre bővült a követő tábora, és máig legnagyobb kultusz sorozat, hogyha vígjátékról van szó. És nem véletlenül. Amúgy az első évad az még nagyon hasonlít az amúgy
ugyanúgy remek angol eredetire, és az sokakat visszariaszt, de aztán elmegy egy egyedibb irányba, egy egyel szerethetőbb irányba, és baromi vicces, rengeteg, tényleg tömve van poénokkal, néha eszetlen kínos, de hát ez egy kínos humorra megy rá. A casting azt szerintem hihetetlen. Michael Scottot játszó Steve Carell az tényleg talán az egyik hanem a legerősebb színészi alakítást hozza, amit valaha láttam vígjátékban. Példátlan, amit ő hoz, de amúgy a többiek is nagyon jók, de amit ő hoz, az zseniális. Szerintem még a sorozat amúgy nem volt olyan szörnyű, miután lelépett akkor se, de nyilván a legerősebb részei azok hozzá köthetőek, és nagyon szerethető sorozat, nagyon minimalista dologból hoz ki nagyon sokat. Unalmas irodában játszódik, hogy semmi más nincs, hanem tényleg csak a karakterek. Csak a karakterek, és a karakterekből fakadó humor. Ugye a karakterek esendőségéből akadó humor. Nem véletlenül Billy Eilish kedvenc sorozat amúgy. Itthon valahogy nem volt akkora kultusz, mint a Jó barátok például, de szerintem külföldön, mondjuk Amerikában szerintem már most nagyobb kultusz van, mint a Jó barátoknak. Nyilván mindegyik sorozatot, ezt nem is mondtam azért, ezt is az eredeti nyelven ajánlom. Meg sem nyitottam ezt a témát inkább itt, de vígjátékoknál is nagyon sokat számít az eredeti nyelv, ahogy időzítenek, amilyen hangsúlyon mondják. Ezt nem tudom, miért ott eszembe, de gondoltam, hogy kiemelem. Ez az a sorozat, ami papíron nem kellett volna, hogy ekkora kultusz legyen, de mégis annyira profin, annyira jó színészekkel, annyira jó forgatókönyvvel, annyira szívből készült az egész, hogy ez meglátszik rajta, és tényleg minden részéből csepeg a zsenialitás. És hát Creed meg a legjobb sitcom karakter valaha. A második, a 30 Rock. Klasszikus szitkomokat nézzük, akkor szerintem a 30 Rock volt a legviccesebb. Egy percre jutó poénok száma a legmagasabb, amit valaha láttam, és ezt úgy is látni, hogy a felét nem értem, mert tele van olyan popkulturális utalásokkal, amiket nem ért az ember, de Tina Fey-ék egyszerűen annyira fantasztikusan írtak, hogy így tele van őrült ötletekkel, rendkívül jó gegekkel, amikből már mémek születtek, fantasztikus a szereplőgárda, maga az, hogy egy ugye ilyen Saturday Night Live-szerű show-t csinálnak, és annak a háttér munkálatait mutatja be. Alec Baldwin legjobb szerepe, rengeteg ilyen mellékszereplő van, rengeteg vendégszereplő van, akik fantasztikusak benne. Egyszerűen ez a sorozat, ez mondjam, a showbizniszről szól, a showbiznisz parodizálja, és közben elvetemült, közben nagyon kreatív, és a Tina Fey valaha élt legjobb vígjátékíró. Ezt így elkönyveltem. 30 Rock szerintem egyik, ha nem a legviccesebb vígjáték sorozat, ami valaha készült. És most jön az első. Az első, ami a dokik. Számomra ez, ami a szívemhez a legjobban közel áll, nem csak, hogy nagyon sokszor vicces és egész elvetemült tudott lenni, de közben meg nagyon érzelmes és sokat mondott. Hogy mondjam, szerintem ez egy tökéletes vígjáték sorozat volt, olyan szinten, hogy nem csak vígjáték volt, hanem már az elején is, az első részekben is vannak kifejezetten elgondolkodtató és akár depresszív dolgok is, de ezt nagyon szépen ellensúlyozza sokszor kifejezetten idióta humorával, és nem gondolom, hogy ez a világ legjobb vígjáték sorozata, de számomra hozzám ez áll a legközelebb. Tényleg ez végig lekötött, imádtam a drámai részeket, és nagyon jól kezelték a drámai részeket. Imádtam a humorát, imádtam a szövegeket, imádtam a karaktereket. Remek a lezárása is, az, hogy utána még folytatják egy ilyen alnéven egy másik sorozatot, az nem volt jó, de az se lett volna akkora gond, csak ugye mindenki az eredetihez hasonlította, de ezt a 8 évadot egybe kell kezelni, és ott le is zárták a végén, és ez a sorozat azért is első, mert nem csak a humor szinten talált be nálam nagyon, hanem tényleg érzelmileg is hatott rám. Az én kedvenc vígjáték sorozatom a dokik volt. És ennyi! Ha nem nézted meg még a rajzfilmeset, akkor nézd meg azt a videót is. Folytatjuk a drámákkal, és írd meg, hogy neked mik a kedvenc vígjáték sorozataid, mi az, ami szerinted kihagyhatatlan. És miért? Valamit kihagytam? Biztos kihagytam valamit. Ez van.